Újfehértó legidősebb lakosa Fejérvári Antalné, aki augusztusban töltötte be a 99. életévét. Málika nénit az idősek napján otthonában köszöntötte a város polgármestere és a hivatal dolgozói. Málika néni a mai napig rendkívül életvidám, egyedül él, a házi munkában unokája segítkezik neki. Az idős néni azt mondja, a hite mindig megsegítette. 60 évig minden vasárnap járt templomba, még most is havonta gyón és áldozik. Szerinte az Isten a tenyerén hordozza. Mindig megsegített az Isten. Magnak jó testvérem, jó volt mindegyik. Egyik evása jött a másik amarra. Elneveltem a két gyermeket. Meg elváltam a férjemtől. 5 évig laktunk együtt. Elváltam, utána rám maradt a két gyermek. De elneveltem. Minden volt, szép volt, jó volt. Mindig volt nekünk. Mit enni? Sőt, külön volt, mint akinek kapja volt. Azt mondja Pista bácsi nekem, hogy neki megígérték, hogy eléri a 100-at. Igyekezzünk el. A 96. éves Bodnár Istvánt már a művelődési házban megrendezett idősek napi ünnepségen köszöntötték. Pista bácsi a második legidősebb lakosa Újfehértónak, aki a hadifogságból tért ide haza. Az ünnepségen virággal ismerték el továbbá azoknak a kitartását és példamutató szeretetét, akik 50-60 éve házasok. Én személy szerint is, magánemberként is úgy gondolom, hogy nagyon sokat tanulhatunk tőlük. Tanulhatjuk tőlük a tisztességet, a becsületet, azt a nyugodtságot, ami ebben a rohanó világban nagyon fontos lenne. Én úgy gondolom, és el is mondtam az előbb a beszédben, hogy nagyon sok esetben lehet, hogy nem is az orvoshoz kellene elküldeni a betegeket, a fiatalabb betegeket. Le kellene ültetni ezek mellé, az idősek mellé. És ha beszélgetnének egy jót, lehet, hogy a betegségük egy jelentős része is elmúlhatna. A köszöntések után Újfehértó szépkorú lakosainak egy jó hangulatú gálaműsorral is kedveskedtek.